Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás április 22-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, ezt most megtekintjük ennél a jóslásnál. Ezen a képen láthatóak a kelyhek, és a kelyhek az érzelmekre utalnak. Ez azt jelenti, ő szeret téged, itt vannak mély érzelmek, de korlátozások is, erre utal a 9-es szám. Vagy valaki korlátozza őt, vagy vannak nála még félelmek, bizonytalanságok, és nem tudja kimutatni az érzelmeit. A második kártya segít nekünk abban, hogy betekintsünk mélyen az ő érzelmi világába. Mint ahogy az érméknek is két oldala van, ezt a kártyát kétféleképpen tudom elemezni. Lehet az, hogy van egy nő a háttérben, valaki a múltjából, vagy még van egy párkapcsolat, és ez a nő fogva akarja őt tartani az anyagiak miatt. A másik, amit ez a kép még mutat, ez lehet az ő tartása, mert a kártyáknak szimbolikus jelentése van. És ő akar valamit fogva tartani, fél attól is, hogy elveszíti a munkáját, vagy az anyagiakat, vagy fél attól, hogy elveszít téged. És most megtekintjük a harmadik kártyát, ami arra utal, hogy mit közöl veled. Ez a király, ez a király uralkodik a föld eleme felett. Az, amiről ő álmodozik, azt szeretné megvalósítani. Az első kártya mutatta is az érzelmeit, és annak ellenére, hogy vannak itt korlátozások, mégis ezt a párkapcsolatot ő élni szeretné. Amit ez a király még mutat, hogy kezébe veszi a dolgokat, és rendezi az anyagiakat. Van még egy jelentése is ennek a kártyának, hogy te értékes vagy számára, mert ez az arany táler, ez utal belső értékekre is. És most megtekintjük a napi kártyát. Ez a kereszt utalhat természetesen vallási vagy spirituális témákra is, de amit még jelent, amikor sors utak kereszteződnek. És az azt jelenteni, hogy ez a találkozás, ez a párkapcsolat köztetek nem véletlen, hanem így az isteni hatalom hatása alatt áll, és ebben bízhattok, mert ez egy lelki kapcsolat. Amit még ez a kereszt jelenthet, képzeld el, te előre mozogsz a sors utadon, és jelen pillanatban itt vagy ennél a kereszteződésnél. Ugyanúgy, mint az autó vezetésnél is, amikor egy kereszteződéshez érkeztek. Itt le kell egy kicsit fékezni, úgy körülnézni, ügyelni a forgalomra, és elgondolkozni azon, hogyan tovább. Előre vagy hátra, balra vagy jobbra, itt vannak most fontos döntések. Nem csak nálad, hanem nála is. És most áttérek az asztrológia területére. Ezen a képen az indiai horoszkóp látható. Ehhez hozzá kell tennem azt, hogy az indiai asztrológusok azok figyelembe veszik azt, hogy a tavaszi pont elcsúszódik, és emiatt másképp számolják ki a horoszkópot. Ez egy precíz számítás,
emiatt tértem át erre a területre. De ne csodálkozzatok azon, hogy más, mint a mi általunk ismert asztrológia. Ha most megtekintjük ezt a képet, ott felül, bal oldalról tekintve a második kockában van a kos jegye. Itt található a nap, itt található Merkur bolygó, Vénusz bolygó és Uránusz bolygó. Merkur bolygó közeledik Vénusz bolygóhoz, és április 26-án eléri. És akkor együtt hatnak. Mivel Vénusz bolygó bennünket, hölgyeket szimbolizál, és Merkur bolygónál mindig cselekvésekről van szó, vagy kommunikációról. Tehát várható, hogy április 26-án kapunk egy hírt, ami fontos számunkra, vagy lesz egy fontos beszélgetés, de ez a találkozás lehet egy szerződés is. Ami még itt hat, az Uránusz bolygó, mégpedig április 24-e és 27-e között kihat Merkur bolygóra, kihat Vénusz bolygóra. Uránusz bolygó hatása alatt lesz egy meglepetés, vagy változások. Ami még fontos lesz a következő napokban, hogy április 27-én Merkur bolygó eléri azt a pontot a pályáján, ami közel van a naphoz. Itt peregnek az események, és kiderül valami, lehet tisztázni valamit. Tehát ez következik így a következő napokban, itt érezhető már ez a közeledés. Ami még mindig hat ránk, hogy Szaturnusz bolygó besugározza a kármikus csomókat. És Szaturnusz bolygó őrzi a kármikus témákat is, kihat a sorsunkra, mert Szaturnusz az a sors bolygója. A kapcsolat Kétúval, a kapcsolat Ráhúval, ezzel a két kármikus csomóval nagyon jó, tehát előnyös számunkra. Itt lesznek változások, megújulások, valamit lezárunk a múltból, van lehetőség javítani valamit az életünkben, és itt ez a Rahu hatás a Bika jegyében, és a Bika jegyénél gyakran anyagiakról van szó. A hold a mai napon az oroszlán jegyében található. Itt a képen jobb oldalon látható a második kockában alulról tekintve MO, németül mond, magyarul hold. A hold a mai napon a Makha holdházban található, és e felett a holdház felett Regulus csillag uralkodik. Regulus az a királyoknak, a császároknak, az uralkodóknak a csillaga. Most megvan arra a lehetőség, hogy az álmainkat, vágyainkat rendezzük, és uralkodjunk a helyzet felett. A hold egy jó kapcsolatban áll Mars bolygóval, és ez érezhető a férfiaknál, kihat az érzelmekre. Viszont van a holdnak más kapcsolata is. A hold és Plutó bolygók között van egy úgynevezett quincunx aspektus. Ezt úgy szoktam elmagyarázni, képzeld el, hogy előtted van egy inga, és én megkérdezem, melyik irányba fog kimozdulni, akkor mit válaszolsz? Nem tudom, fogalmam sincs, és ez is érezhető a mai napon. Sokan bizonytalanok, nem tudják, hogyan tovább.
A Hold és Jupiter bolygó között is van egy kapcsolat a mai napon, ezek szemben állnak, és egy opozíciót képeznek. Itt mérlegelni kell a dolgokat. Jupiter bolygó szerencsét hoz, vannak lehetőségek, de nem szabad eltúlozni a dolgokat. Jupiter bolygónál lehet egy bírósági ügy is, amit még úgy mérlegelni kell, mielőtt döntéseket hoznak. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!